Vagy a kiállítás közönségéből egy alkotó közösség jött létre a kiállító térben. Próba 1-2-3. Így fogok beszélni. Ez a videó... Hát el kell olvasnom, komolyan mondom, bocsánat. De rá kell rajzolni a papírra. A közösségi videózás pislog módszere, pislog új látásmódot hozott. Ováció! Ez a videó nem az én történetem. Ez a mi sztorink. Hát élni azért jó, hogy élményeket, barátokat szerezzünk, legfőképpen, hogy sok boldog emlékünk legyen. Nagyon féltem. Nem tudtam, hogy mi lesz itt, és féltem, hogy nem fogom tudni azt megcsinálni, amit itt mondanak nekem. De így a végére így belejöttem az egészbe, és tök jól összekovácsolódott a csapat is, úgyhogy nagyon jó. Az élet a legnagyobb ajándék. Eszek, olvasok, tanulok, már amennyire. Hát először nagyon furcsának gondoltam, érdekesnek, mert még soha nem vettem részt ilyen vagy ilyesfajta projektben, úgyhogy nagyon furcsa volt, de végre nagyon jó volt és nagyon megtetszett. Hát legjobban talán a vágások, az utómunkálatok tetszettek, maga a folyamat, az elkészülés. Ezek, ahogy láthattam, hogy tényleg alkottunk valamit. Szerintem majd még 50 év is múlva is vissza fogok rá emlékezni, azt tuti. Titeket is megismerhettelek, illetve a tárgyakat is, így jobban belemélyedtem a múzeumos dolgokba. A társaságban minden sokkal jobb, és sokkal könnyebb, és sokkal viccesebb. Mindig magabiztosnak kell lenni, sosincsen olyan, hogy valami rossz. Mindenből ki lehet hozni a legjobbat, és hogy mindig, ha egyedül nem megy, akkor a barátai segítségét kér. Vegyes érzelmek kavarognak bennem, mert igazából boldog is vagyok, hogy sikerült alkotni valamit, ami szerintem nagyon jól néz ki, nagyon jól sikerült, és nagyon sok élménnyel gazdagodtam, egyben szomorú is vagyok, hogy ezzel most így vége ennek az egésznek, de főként boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült. Nagyon boldog voltam, annyira jó volt látni így a végén, hogy mi sült ki belőle, mert tényleg úgy mondtam, hogy nem tudtam, hogy fogunk itt csinálni, nem tudtam mire számítani, de így, ahogy megnéztük most a videót, nagyon jó volt. Hát, egy megkönnyebbülést, egy kicsit. Jó, hogy most már készen vagyunk, és láthatom a végeredményt, hogy milyen jó munkát sikerült összehozni, és nagyon büszke vagyok magunkra.
Drága gyermekeim, eme levélben elmondom nektek, mik történtek, hogy megértsétek a jelenlegi helyzetünket. Mint tudjátok, válságos idők járnak a II. Világháború miatt, édesanyátok nem bírta tovább, és eltávozott az élők sorából. A napokban kaptam egy levelet. Itt az idő. Napokban kaptam egy levelet, melyben közölték, besoroztak a seregbe. Bizonytalan ideig leszek távol, és lehet nem térek vissza hozzátok. Ezen okokból hagyom rátok félve őrzött kincseimet. Mária, rád a családi régi örökségét, az ostort hagyom. Tudom, hogy mennyire szereted a lovakat, remélem a hasznát veszed majd. Na hát, apu rám is gondolt. Emlékszem, régen féltem a lovaktól, de apu segített és lovagolni is megtanított. Az ostorral is sok emlékem van, mikor régen ezzel játszottam, és egy poharat is levertem vele. Apa nagyon kiakadt. El is tiltott tőle. Asta, emlékeztek arra, amikor együtt faragtuk ezt a botot? Kár, hogy nem tudtuk befejezni. Gyönyörű emlékeket idéz bennem, mikor apa még itthon volt. Emlékszem, amikor kiskoromban apa mellett ültem, és hallgattam azt a rengeteg történetet, ami az albumban benne volt. Még a mi gyerekkori rajzainkat is beletette. Emlékszem, mikor egyik délután elkészítettük édesapámmal a sótartót. A János Vitéz története is rákerült, mivel édesanyánk mindig ezt olvasta nekünk lefekvés előtt, és megbeszéltük, hogy ezt a tárgyat csak akkor használjuk, ha a család minden tagja itt van. Jaj, emlékszem, mikor régen apuval ebben sütöttünk karácsonykor sütit. Nagyon örülök, hogy ezt az ajándékot nekem szánta, és nagyon fogok rá vigyázni. Sok finom sütit fogok majd benne készíteni. Köszönöm, apu, ezt a csodálatos ajándékot. Nagyon fogsz hiányozni. Napot kívánok! Napot kívánok! Levelet hoztam az édesapjukról. Köszönjük! Viszontlátás! Jó, de az